Hossa megye, elkészítette a kerékpáros közlekedés és kerékpáros turizmus fejlesztési stratégiáját, amely feltérképezi a meglévő útvonalakat és újakat javasol. A jövőben 853 km-nyi kerékpárútnak kellene megépülni a régióban, minimum 5 magyarországi határátlépéssel, rákötve a magyarországi, illetve nemzetközi bicikli utakra. Most gömörön van a sor, és így szeretnénk folytatni a kerékpárutak építését az egész megyében. Hangoztatta a megye elnöke, aki hozzátette, hogy jelenleg mintegy 230 kilométer kerékpárút van tervezés alatt, aminek jelentős része ráköt az Eurovelo 11 nevű kelet-európai útvonalra, amely 6000 km hosszúságban Norvégiát Görögországgal köti össze. Pontosan le van fektetve, hogy melyik pontokon lennének a szlovákiai kerékpárútjaink rákötve a Magyarországira. Részletes tervünk van a Tokai régió szlovákiai oldalára, illetve a Bodrok közre, valamint meg vannak tervezve a kiszolgáló és pihenő zónák mondta a megye elnöke. Kassa megyében minden előírásnak megfelelően mindössze 30 km kerékpárút van, amit települési önkormányzatok építettek ki önerőből, illetve pályázati forrásokból. A közeljövőben mintegy 40 kilométert szeretnénk megépíteni, és az Eurovelo útvonalra koncentrálunk, valamint Gömörre, ott Krasznahorkát, Rozsnyót és Betlért. Ezeket az érdekes helyszíneket szeretnénk összekötni, valamint előnyt élve Zemplénben a széles tó. Tehát ezek a prioritásaink, mondja a megyei szakember. A megye elnök a sajtótájékoztatón hosszasan magyarázta, hogy az állami hatóságok és vállalatok mennyire megnehezítik és hátráltatják a terveik megvalósítását. Azért is követeli majd a megye vezetése az új kormánytól, hogy ezen beruházásokat kezeljék pozitívan, illetve mint közhasznú célok megvalósítását.